Harcálláspontok. A Piti hajók. A második világháború legjobban felszerelt hadihajói voltak. Ezek az 50 tonnás szörnyetegek a legkisebb és legjobban kormányozható hajók közé tartoztak, és teljes hadfelszerelésben is több mint 45 csomóval haladtak. Bár a hajótest fából készült, mégis ők vívták a legtöbb közelharcot az összes hadihajó közül. És a második világháború egyik legelképesztőbb történetében a Petey hajó kulcsfontosságú szerepet játszott, John Fitzgerald Kennedy elnök kiválásában. Archív felvételek és újraforgatott jelenetek segítségével a Heavy Metal az egyik legveszélyesebb hadihajó nyomába ered. És a Petey hajókból álló Moszkito flotta nyomába. Első rész, az ördöghajók születése. A Petey-k, azaz a torpedóvető naszádok változatos küldetésekben vesznek részt. Japán készletszállító hajókat támadnak meg és fosztanak ki. Innen kapták az éjszaka ördögi hajói nevet. Ezek a gyilkológépek nagysebességű torpedókkal bombázzák az álig felfegyverzett cirkálókat, vagy lopakodnak ellenséges területre, hogy kémeket csempészenek át. John Paul Jones szavai, adjatok egy gyors hajót, mert veszélyes vizekre indulok, egy nagy sebességre képes hajó képét idézik. A Petey torpedóvető naszád Moszkito flotta fullánkjának kifejlesztésével kezdődik, a torpedóéval. A torpedók már az amerikai polgárháború óta jelen vannak, de akkoriban még eléggé megbízhatatlanok voltak. 1866-ban egy angol mérnök Robert Whitehead fejlesztette ki az első önmeghajtású torpedót. Ez egy technikai áttörés volt. Ez egy olyan fegyver, amely bizonyos távolságból és nem feltétlen egy cirkáló méretű hajóról indítva bármit el tud süllyeszteni a víz felszínén. 1918. június 10-én a világ felfigyelt, amikor egy olasz torpedóvető naszád elsüllyesztette a hatalmas osztrák-magyar Szent István csatahajót. A kis torpedóvető elképesztő sikere ellenére az amerikai flotta továbbra is a nagyméretű hadihajók, majd később repülőgép hordozók fejlesztésére koncentrált. A mély óceánok miatt a haditengerészetnek nem volt szüksége a sekély tengerekre és partmenti vizekre tervezett torpedóvető építésére. A 20-as, 30-as években egy új hobbi kezdett elterjedni Amerikában. A sebesség. Százezrek nézték az izgalmas motorcsónak versenyek örre menő csatáit. Az itt megjelenő technológiák képezték később a Petey hajók alapjait. Az egyik vezető brit feltaláló Hubert Scott Payne volt. A két háború között egy legendás versenyen Scott Payne futurisztikus hajója, a Miss Britain 3, alul maradt a legendás amerikai Garwood Miss America tennyével szemben. Scott Payne és Wood hajói több mint 160 km/órás sebességgel száguldottak. A hajóépítő később az ő pehelysúlyú anyagaikat és nagy teljesítményű motorjaikat használták fel a Petey hajó megépítéséhez, mely az ütközetek túléléséhez szükséges 45 csomós sebességre volt képes. 1931. szeptemberében a Csendes-óceán túloldalán Japán lerohant a Mandzsúriát. Ez a kelet-ázsiai villámháború kezdete volt. Az amerikai haditengerészet a Csendes-óceáni szigetek védelmének érdekében kényszerült rá egy gyors hadihajó kifejlesztésére. 1939-ben 8 Petey hajó fejlesztésére adtak engedélyt, de még elkészültük előtt elavultnak tekintették őket, mert a tengerészet inkább Scott Payne terveiben lett érdekelt.
A sebesség megszállottja volt. A repülőgépes háttere miatt otthonosan mozgott a kísérleti anyagok, pehelysúlyú szerkezetek és nagy teljesítményű légimotorok terén. A repülőgépiparban szerzett ismereteit pedig vízre alkalmazta. Évekkel járt a többi fejlesztő előtt. 1939-ben Scott Payne legújabb hajója, a PV-70-es felkeltette az érdeklődést az Atlanti-óceán mindkét partján. Az amerikai Elko-gyár különösen érdekelt volt. Az Elko vezető tervezője, Irwin Chase, meglátogatta a brit motorcsónakgyárat, és le volt nyűgözve a PV-70 teljesítményétől és meglehetősen nagy teherbírásától. Valóban elképesztő hajó volt. Példátlan a maga nemében. Ez alatt Európában Hitler és a nácik mozgolódni kezdtek. 1939. szeptember 3-án háborút hirdettek. Az amerikai haditengerészet számára a megfelelő hajó tervezése már nem csupán elővigyázatossági, hanem legfőbb fontosságú szempont volt. Két nappal később Scott Payne és a PV-70-es megérkezett New Yorkba. Átnevezték PT-9-esre, és próbára tették a tengerészeti bizottság előtt. Maga Scott Payne volt a kormánynál, és a próbákat vezető felügyelők nagyon meg voltak elégedve a hajó kormányozhatóságával. 1940. januárjában az Elko a PT-9-es alapján megkezdte 10 darab 20 méteres PT hajó építését. 1941. júliusában tartották meg a Plywood Derby-t, ahol ezek a gyors hadihajók egymással szálltak versenybe. Az Elko és a rivális Higgins és Huckins cégek prototípusai versenyeztek a nyílt tengeren. Végül az Elko Scott Payne tervei alapján készült hajója került ki győztesen, és kapta meg a haditengerészet megrendeléseinek oroszlán részét. A PT-9 az összes jövőbeni PT-hajó alapjául szolgált. Ez a teljes és szintiszta igazság. Andrew Jackson Higginsnek is voltak elképzelései a hajók tervezéséről, de a PT-9 alapján tervezett 50 méteres Elko adta a fő irányvonalat a háború első időszakában. Az Elko, a Higgins és Huckins több mint 500 PT-hajót épített az amerikai haditengerészetnek. Az újra tervezett 60 méteres Elko, amely képes volt nehéz fegyverzetet szállítani, a Moszkito flotta fő hajó típusa lett. A mahagóni alapra tervezett 60 méteres PT hajó 50 tonnát nyomott teljes fegyverzetben. Tengerészeti enyhbe áztatott repülőgép szövet feszült két réteg mahagóni deszkázat között. Ez és közel 500 000 csavar adta a faszerkezet erejét. A fedélzet alatti motorházban három darab 12 hengeres Packard motor volt, melyek a 15 000 literes tankokban tárolt repülőgép üzemanyaggal működtek. Teljes sebességgel óránként 2500 litert fogyasztott. A hajón két 50-es kaliberű ikergép ágyú volt. Később egy 20 mm-es ágyúval is felszerelték a légitámadások elhárítására. Ahogy a hajókat egyre változatosabb célpontok ellen vetették be, egyre több gépágyút és aknavetőt szereltek fel rá. A legtöbb hajó négy Mark 8-as torpedót szállított, melyek 8 kilométeres lőtávval és 140 kilós robbanó fejjel rendelkeztek. A PT hajókat hamar csatasorba állították. Ahogy a japánok előre törtek, a II. Világháború egyik legmerészebb mentő akciójában játszottak kulcs szerepet. December 7-én a japán haditengerészet repülőgép hordozói támadást indítottak Pearl Harbor ellen. Ezzel bevonzották Amerikát az új világháborúba. Ötvenöt perc alatt 2400 ember halt meg, és megtizedelődött Amerika csendes óceáni flottája. A káosz közepette az egyik PT-hajó fedélzetén két gépfegyveres lelőtte az első japán repülőgépet a háborúban.
Pearl Harbor után a japánok villámháborúba kezdtek az óceánon, visszaszorítva a teljesen felkészületlen Amerikát. A Fülöp-szigeteknél levő ázsiai hajóraj összes nagyobb hadihajóját visszahívták, félve attól, hogy azokat is elveszítik. Így maradt ott egy Piti hajóraj, melyeknek lebombázták a bázisait és készleteit. Az emberek kétségbe voltak esve, visszavonulásra esély sem volt. Kérdéses volt, hogy túlélik-e. 1941. decemberében csupán 29 PT hajó volt a haditengerészetben. Azért harcoltak, hogy magukra irányítsák a tengerészet figyelmét, amely a nagyobb hajóival volt elfoglalva. A haditengerészetben köpőcsészének és facsodának gúnyolták őket. Nem nagyon illett bele a világukba, és ezt nem is akarták. Azt hitték, potyázók vagyunk gyors jachtokkal. A háború előtt a vezetés bizonytalan volt a PT hajók használatát illetően. Sokan úgy gondolták, hogy csak tartalékosoknak lesznek jók. Ám a hármas hajóraj elképesztő küzdelme a Fülöp-szigeteknél mindent megváltoztatott. Ezek a lenézett hajók esélytelenül szálltak szembe a japánokkal. Öngyilkossággal egyenlő torpedó támadásokat intéztek ellenséges vizeken. John D. Bulkley őrmester vezette őket, aki később a Fülöp-szigetek vadembere becenevet kapta. Ez az ember egy hős volt, kemény parancsai és erős jelleme miatt. Bulkley hármas hajórajának hősiessége ellenére a japánok tovább törtek előre. 1942. februárjára elérték a Bataan-félszigetet. A Corregidori szigeten veszélybe került Douglas MacArthur generális főhadiszállása. Roosevelt menekülésre utasította, és a feladatot a hármas hajóraj kapta meg. Sokan lehetetlennek tartották a küldetést. Watson Sims egy 22 éves rádiós volt a PT-32-es fedélzetén, a négy hajós mentő alakulat egyikén. Éjszaka tudtunk csak haladni, nappal az ezernyi kis sziget egyikén kellett bujkálnunk. Az éjleple alatt Bulkley PT-41-ese megközelíti az ostrom alatt álló Corregidor szigetet, hogy felvegye MacArthur generálist és családját. Miután megígérik, hogy visszatérnek a Fülöp-szigetekre, MacArthur és csapata kiosonnak a Manila öbölbe. A sziget aknamezői mögött a PT-32, 34 és 35 várakozik. Egy 900 kilométeres útvonalat terveznek keresztül az ellenséges vizeken, a Mindoro-szoros vonalán, a Panay és Negros szigetek mellett, a Mindanao szigetén lévő Cagayanba, ahová MacArthurt kell szállítaniuk. A hajóraj mélyebb és zordabb vizekre megy, hogy elkerülje a szigeteken állomásozó japán őrszemeket. A fedélzet alatt a tengeri beteg MacArthurt felesége Jane gondozza a saját rosszul léte ellenére. A vaksötétben a leharcolt, három hónapja javítatlan motorokkal haladó PT formáció szétválik. Az egyik kísérőhajó, a PT-32 hibát követel, és majdnem felrobbantja Bulkley PT-41-esét. Watson Sims volt a PT-32-es őrtornyában. Észrevettem egy hajót a horizonton, amely a PT-32-est üldözte. Vincent Schumacher, a kapitány, megparancsolta, hogy szabaduljunk meg az 50 tonnányi benzin egy részétől, hogy sebességet nyerjünk, mert bármi is volt, az a hajó közeledett. Schumacher az ágyukhoz parancsolt minket. Tűzre készen álltunk, és a mai napig emlékszem, hogy azt mondta, nyissunk tüzet, mikor az egyik generális azt mondta, hogy ne lőjünk, amíg nem tudjuk, kik azok. Kiderült, hogy Bulkley volt az MacArthurral a fedélzeten, és azt ordította, hogy mi a fene folyik ott. A találkozás után a flotta eljut félútig, Tagvajánba. Miközben a hajók újra tankolnak egy félreeső öbölben, Bulkley kiértékeli a helyzetet. A PT-35-ös lemaradt és eltűnt. A PT-32-esben nem maradt üzemanyag, miután ledobálták a tartályokat. Úgy dönt, hogy két hajóval folytatja a küldetést.
Azon az éjszakán a PT-41-es és a PT-34-es elhagyja az öblöt, és rögtön szembe találkozik a legrosszabb rémálommal, egy japán hadihajóval. Ilyen állapotban nem tudnának elmenekülni előle, könnyű célpontok lennének. Feszült percek telnek el. Végül a hadihajó tovább megy. A két hajó csodával határos módon célba ér. 35 álmatlan óra után MacArthur generális sértetlenül érkezik meg. Sikerült a lehetetlen küldetés. A PT-35-ös még aznap Mindanaóba ér. MacArthur háláját fejezi ki, és így szól. Kimenekítették a haláltorkából, a PT-hajók ezerszeresen érdemelték ki a helyüket. A generális Ausztráliába repül, hogy előkészítse a csendes óceáni harcokat. John Barclay-t hősként ünneplik Amerikában. A fából készült PT hajók legénysége vasból van. Örömmel veszem őket szolgálatomba. Sok sikert, és csapjatok oda nekik! A kezdetben mellőzött hajó bebizonyította érdemeit a kétkedő haditengerészetnek, amelynek egy gyorsan megépíthető ütős flottára volt szüksége. Egy csatahajó megépítése alatt 200 PT hajó készülhetett el, úgyhogy nem kell hozzájuk felhasználni az értékes acélkészleteket. A PT hajók százait ontották magukból a hajógyárak New Jersey-től New Orleans-ig. A Rhode Islandi Melville kiképzőtáborban a kezdő PT hajósok először pillantották meg az új járműveiket. Megkérdeztem egy haditengerészt, hogy mik azok az új hajók, amik épp érkeznek, és azt mondta, hogy azok PT hajók, és imádni fogom őket. Akkor már tudtam, hogy PT hajósnak kell lennem. 20 ezer sorkatonát és 2500 tisztet képeztek ki Melville-ben a következő 5 év alatt. A legendás Barclay megosztotta az emberekkel az értékes tapasztalatait. Önök a haditengerészet legnagyszerűbb és legkalandosabb ágát választották. Ebben az ágban közelharcot vívnak majd az ellenséggel, majd halálos csapást mérnek rájuk a háború legerősebb torpedóvető motorhajójának segítségével, a PT hajóval. A kalózos imidzsnek köszönhetően fiatal sportolók és kollégisták hada özönlött, hogy feliratkozzon az új hajókra. Valóban sok futballsztár és lelkes hazafi volt a hajórajunkban. És bizony kissé forró fejűek voltak. A PT hajók hírhedetten kemény útjaira fontos volt a kezdőlegénység jó felkészítése. Oldalast adtak enni, majd megpróbáltak tengeri beteggé tenni. Az első út alkalmával néhány kezdőnek nehéz volt magában tartani az ételt, annyit mondhatok. A Melville végzőseit hamar próbára tették. A halálos ellenséggel küzdve a harcászati módszereiket és a hajóikat is alkalmazniuk kell, ha meg akarják nyerni a véres háborút a csendes óceánon. August 1942. Elkezdődik az amerikai tengerészek harca Guadalcanalnál. A japánok rombolókat indítottak a Salamon-szigeteket elválasztó mély vízcsatornában. Tokyo Express néven fontos készleteket szállítottak a Guadalcanalnál állomásozó ellenséges erőknek. Az amerikaiak parancsot adtak a megállításukra. A PT hajók igazi otthont szolgáltattak a legénység számára. Egy átlagos PT hajó 2 felügyelő és 10 beosztott számára biztosított élet és harcteret. A fedélzet minden részén géppuska állások voltak. Az orban, a hajó közepén és a hajófarban. A torpedós közvetlenül a cső mellett helyezkedett el, hogy az ellenséges hajóra lőhesse a gyilkos töltetet. A felügyelők a hídon voltak. Ez volt a hajó idegközpontja, innen irányították a támadásokat. A híd alatt a rádiós állomása volt.
A háló és étkező a hajó orban volt. A lakóhely mellett a felügyelők részlege volt, ahol a jövőbeni támadásokat tervezték. A hajófar felében a gépház volt, ahol a Packard motorokat tartották karban a gépészek. Százas oktán számú benzinnel biztosították a hajó gyors sebességét, de ez a roppant gyúlékony anyag veszélyes volt a légitámadások esetén. Egy lövedék az üzemanyag tartályba, és robban az egész hajó. Éppen ezért a PT hajók leginkább éjjel haladtak. Mivel a hajókon nem volt radar, így minden szabad szemmel kellett észlelni. Nem volt más. Néha csak a hullámokból tudták megállapítani, hogy egy romboló járt arra. Mikor a hajók támadásba kezdtek, kilőtték a torpedókat, és reménykedtek, hogy célba érnek, és nem sülnek be. Ha egy romboló észrevette őket, nem maradt más, mint menekülni teljes gőzzel. A Tokyo Express elleni támadás után a legénység visszatért a bázisra, ahol kicsit otthonosabb volt. Ezek az emberek kaptak utoljára az ellátmányból, és ez a rongyos egyenruhájukon is látszott. Csak munkaruha volt, alatta egy pólóval, vagy még az sem. Néha csak egy rongyot csavartak a derekadra, és annyi. A vízbe lógattuk a ruhánkat, hogy az óceán kiöblítse. Nem volt jó ötlet, mert rengeteg só ragadt a pólódra és a nadrágodra. A hajók, a bázison felállított sátrak vagy apartmenti kunyhók lettek a legénység otthonai. A fedélzeti kabinban töltött első éjszaka után hatalmas fejfájással ébredtem a meleg és a pára miatt. Attól kezdve háton aludtam. Az összetartó legénységet fiatal tisztek vezették. Nem voltak többek 24 évesnél, és a legénység is 18-19 év körül volt. Egy ilyen kis hajóban erős testületi szellem alakulhatott ki. Nem volt nagy különbség a tisztek és a sorkatonák között, úgy, mint a nagyobb hadihajókon. A bombázók legénységére hasonlított, ahol kis létszám volt, és csak a társaidra számíthattál. A legénységet a hajószakács tudása is összetartotta. Levetted a sapkád, amikor Kaczynski étele elé ültél. Nem tudom, hogy csirke, sirály vagy valami szárnyas volt-e. Amikor támadásra készültünk, jobban ment a sorunk. Sonkát és steaket kaptunk. Pár nap után elfogyott a sonka és a steak. Csak húskonzerv maradt. Abból viszont volt elég. Az étel mellé néha a PT hajósok kedvenc itala is járt, a torpedólé. A torpedók üzemanyagából vonták ki, és majdnem tiszta alkohol volt. Ha egy teáskanálnyi traktál belőle egy 3 decis pohárba, egész iható volt. Volt egy lepárló készülékünk, és gyakran desztilláltuk vele ezt az erős italt. Volt egy méreganyag benne, amit ki kellett vonni, de ha egy vekni kenyéren keresztül átöntötted, az kiszűrte az anyagot. Kértem egy pohár vizet egy sráctól az étkezőben. Erre merít nekem egy nagy adagot a torpedóléből. Amikor megittam, felugrottam, és égett mindenem. Borzasztó érzés volt. A pihenésre nem volt sok idő. A Tokyo Expressre mért PT hajótámadások elvágták az ellenséges utánpótlások vonalát Guadalcanalnál. 1943. februárjában a japánoknak vissza kellett vonulniuk. Ez a csendes-óceáni háború egyik fordulópontja volt. De rövid volt a győzelmi ünnep. A Moszkito flotta megkapta a következő küldetését, New Georgia visszafoglalását. A japánok tanultak a Guadalcanali vereségből, és nem kockáztattak több rombolót és cirkálót a szigeti állomások ellátása miatt. Partközeli uszályokat kezdtek használni a sekély vizekben. 40 mm-es gépfegyverek voltak rajtuk, mint a legjobban felszerelt PT hajókon.
Ezek a hajók csak másfél méterrel süllyedtek a vízszint alá. A PT torpedói csak másfél méter alatt voltak hatásosak, így pusztán elúsztak alattuk. A PT hajóknak taktikát kellett változtatniuk. Valami más kellett az elpusztításukhoz. Így torpedók helyett puskákat használtunk. A 37 mm-es ágyúinkat a légierőtől kaptuk, és nem a normál szériából. A tengerészetet biztos elriasztotta az ötlet, de nekünk a legnagyobb tűzerő kellett. A PT hajót gyors torpedóvetőkből támadó hajókká alakították. A torpedócsövek eltávolításával több száz kiló súlyt takarítottak meg. Ez növelte a hajó sebességét. Az alapfegyverzetet a géppuskák és a mozsárágyuk jelentették. A hajót páncélborítás is védte a partmenti uszályok golyózáporától. Ezek az új, jól felszerelt hajók az uszályromboló becenevet kapták, és éjszakánként csaptak le. Nem láttuk, hogy fellángolnának, vagy ilyesmi. Sokszor csak megszűnt a tüzelés, és gondoltuk, hogy vagy legyőztük őket, vagy elmentek. A tűzharcok megviselték a fából készült hajókat. A javításokat a tendernek hívott anyahajókon, vagy a parti állomásokon végezték. Mivel egyszerű faszerkezetre épültek, könnyű volt a javításuk. Csak le kellett hámozni a borítást, kicserélni a sérüldeszkákat, és amíg nem volt nagyobb baj, egész jól vissza lehetett szerelni őket. Egy kis ragasztó, pár furnérlemez, néhány csavar, és készen is volt. Könnyű volt a javításuk. Aztán mehettél is vissza. Míg az ördög hajói a csendes óceán poklát járták, addig Európában közelharcot vívtak a náci Németországgal és a szövetséges olaszokkal. 1943. áprilisától kezdve a PT hajók a nácik tengerészeivel küzdöttek. Ezek az 50 tonnás szörnyetegek szoros együttműködésben voltak a királyi haditengerészet torpedóvető hajóival, melyek az ellátási útvonalakat biztosították. Az újonnan érkezőket a földközi tengerre irányították. A földközi tengeren az F-lejtereket kellett megtámadnunk. Lapos uszályok voltak erős páncélzattal, és a németeknek vittek szállítmányt Olaszország nyugati partja mentén. Az F-lejter 30 méter hosszú volt, és 120 tonnányi rakományt tudott szállítani, többek között a félelmetes Tigris tankot is. 10 csomós sebességgel haladtak, és változatos fegyverzetük volt, például a híres 88 mm-es ágyú. A 88-as halálos fegyver volt, és jól is használták a németek. A hajójuk nagyon sekély volt, így a torpedókat úgy irányítottuk, hogy a víz felszínén haladjanak, de még ez is eredménytelen volt. Végül úgy döntöttünk, nem vagyunk felszerelve a harcra ellenük. A PT hajók stratégiát váltottak, és a német haditengerészet büszkeségét vették célba. Az ellenséges, avagy röviden E hajó 30 méter hosszú volt és 78 tonnát nyomott. Hosszabb és nehezebb volt a PT hajónál. 3 16 hengeres motor hajtotta. 2 torpedócsővel, egy 37 mm-es légelhárító ágyúval és 20 mm-es géppuskával a farban, ez a jól felszerelt hajó komoly ellenfele volt a fából készült PT hajóknak. Az I-hajó veszélyes ellenfél volt. Hasonlóan 43-44 csomós sebességre volt képes, de nagyobb tűzerővel és rosszabb kormányozhatósággal. A PT hajók csoportokban falkákban támadtak, és a meglepetés erejével hatottak a németekre. A földközi tengeren az ördögi hajók az új radarok segítségével vadásztak prédájukra.
Hármasával járőröztek, egymás mellett haladva, amíg harcra nem került a sor. Jobb volt egymás mellett haladni, mint sorban, mert ha ott harmadik voltál, az első már riadóztatta az ellenséges hajókat, és sok repeszt kaptál. Ha a tűzharcok eldurvultak, a PT hajóknak volt még egy fegyverük, amely gyakorlatilag láthatatlanná tette őket. A hajó hátára szerelt füstgépek. A füstgépekkel el tudtunk menekülni, ha arra volt szükség, de a harcokban is jól tudtuk használni. A két évig tartó földközi-tengeri hadművelet végére a PT hajók 23 ezer tonnányi ellenséges készletet süllyesztettek el. Ez részben a jól bejáratott támadási terv pontos végrehajtásának volt köszönhető. Ahogy kihajóztunk, elsőként a torpedócsöveket állítottuk be. A fegyveresek kikurblizták ezeket a csöveket, hogy elálljanak a hajótesttől. Mindegyikbe egy torpedó fért. Remélhetőleg észleltél valamit, akkor ott volt a kis torpedó mérce, amit nézned kellett. Nem volt túl pontos. Leültél, hogy ne himbálózz annyira. Majd azt ordítottad, hogy tűz! Ekkor kilövelt a 12 centis hüvely, és a benne lévő gázok kinyomták a torpedót a csőből. Aztán reménykedve vártad a robbanást, majd ezt egy gyors visszavonulás követte. ...1943-ban egy egyszerű találmány forradalmasította a PT hajók torpedó használatát. A régi torpedókat egy robbanó töltettel lőtték ki a csőből, így 12 métert haladtak egy másodperc alatt. De a villanás rögtön elárulta a hajó pozícióját egy éjszakai támadáskor. Egy új tartórendszert fejlesztettek ki, mellyel a torpedók legurultak a hajó oldaláról, indításkor pedig felpörgött a torpedó motorja, és a töltet elindult a célpont felé. Ez a tartórendszer sokkal könnyebb és hatékonyabb volt. Torpedónként 900 kilót spóroltunk azzal, hogy megszabadultunk a csövektől, és felraktuk ezt az egyszerű tartórendszert. Ettől kezdve a hajók gyorsabbak, a torpedók pedig pontosabbak lettek. 1943. júliusában a szövetséges erők megszállták Szicíliát. Ahogy elkezdődött Európa ostroma, a PT hajók a hídfőállásokat és a szárazföldi csapatokat kezdték védeni, ahol a parti aknamezők miatt veszélyes volt a mélyebbre merülő uszályok alkalmazása. ...1944. június 6-a a D-nap, a történelem legnagyobb kétéltű támadása kezdődött meg. Az 5000 szövetséges hajót egy PT hajóraj védte. Clyde Combs 20 évesen volt a PT 515-ös fedélzetén. Az invázió alatt a PT hajók feladata eredetileg a normandiai öbölben partra szálló csapatok fedezése volt. Úszó aknákat robbantottunk fel az 50 mm-es gépágyúinkkal. Emlékszem az éjszaka sötétjére, majd a repülők hangjára. Ahogy nap felkeltekor megjelentek az ejtőernyősöket szállító C-47-esek, nagyszerű munkát végeztek. Az állomásunkról látni lehetett a partra szállókat, amíg mi egy kilométerre voltunk a parttól. A D-nap alatt és az elkövetkező napokban a PT hajók a támadó flotta nyugati végén állomásoztak, a német tengeri ellentámadásra figyelve. Folyamatosan a radarokat figyeltük, de a támadás korai napjaiban az I-hajók a Cherbourg-félsziget túloldalán állomásoztak. Franciaország visszafoglalása a nácik uralmának végét jelentette. De a japánok elleni háborút még meg kellett nyerni.
A csendes óceánon egy 26 éves hadnagy, aki később Amerika elnöke lett, olyan megpróbáltatásnak néz elébe, amely a II. Világháború leghíresebb P.T. hajós története lesz. A P.T. hajók folyamatos támadásai a Tokyo Express uszájai és hadihajói ellen végre megtette a hatását. Az amerikai gyárak a csendes-óceáni hajórajokat folyamatosan új hajókkal látták el, és a legénységük kész volt szembeszállni a japán erőkkel. Augusztus 2-ának reggelén egy fiatal hadnagy, John F. Kennedy vezette a PT-109-est, amely egy 15 hajós csoport egyike volt, melyek New Georgia szigete mellett járőröztek. Jack nagyon népszerű volt, mindent megtett, amit egy jó tisztől el lehetett várni. Nagyon jól irányította a hajót, mert sok tapasztalatot szerzett fent északon egyéb hajókkal. Hozott egy kis hordozható lemezjátszót magával is folyton, a lemezeit hallgattuk. De sokat szolgált már egy 20 méteres hajón is. A motorokat nem volt könnyű kezelni. A sok bevetés megviselte a PT-109-est, de az Észak-Salamon-szigetek felé haladó ellenséges utánpótlást muszáj volt elvágni. Kennedy újból vadászatra indult azon a bizonyos reggelen. A Martalóc csapatába tartozott a PT-162-es és 169-es. A közelben a japán Amagiri romboló ledobta készleteit és ütköző pályára állt Kennedy őrjáratával. A 109-es mellett volt Lawrence Ogilvy, egy 21 éves gépágyús a PT-162-es fedélzetén. Kennedy vezetésével indultunk meg, de mi egyetlen motorral ballagtunk mellette, hogy takarékoskodjunk a benzinnel, mivel amúgy se láttuk, merre megyünk. Az Amagirinek el kellett hagynia a környező vizeket napkelte előtt, amikor a légitámadás elkezdődhetett volna. Megnövelte a sebességét. Láttam a romboló körvonalait előttünk, és legalább 30 csomóval haladt. Hirtelen a semmiből, mielőtt a 109-es bármit is tehetett volna, a romboló előbukkant az éj sötétjéből, és ketté törte a PT-109-est. Ketten azonnal meghaltak a robbanásban, és a hajó üzemanyagtartályai léket kaptak. A tenger lángoló pokollá változott. Azt hittük, hogy a legénység mind meghalt egy ekkora robbanásban. Nem hittük, hogy életben maradtak. Sam Reynolds egy fiatal tiszt volt a PT-162-es fedélzetén. A semmiből tört elő és félbevágta a hajót. Tüzet nyitottak ránk, és cikcakban füstöt eregetve menekültünk előle. Ott hagytuk a 109-est és a legénységét, és elmenekültünk. A felhajtó erő fenntartja a roncsokat, és az emberek felmásznak arra, ami a hajóból megmaradt. A hajnal közelettével Kennedy partot ér a legénység 11 megmaradt tagjával a Plum Pudding szigeten, remélve, hogy nem fedezik fel őket a közeli Gizon lévő japán erőd őrszemei. Egy csúnyán megégett sorkatonát a mentőövének fogai közé szorított szíjával vonszol, így vezeti a többieket. A kimerült legénységnek 4 órába telik kiúsznia a partra, amely csak 5 kilométerre van. A következő éjszakán Kennedy egy revolverrel és egy lámpával kiúszik a szorosba, remélve, hogy egy szövetséges mentőhajó észreveszi. De nem jár sikerrel. A túlélők 4 napig a szigeten ragadnak. A kókusz fogytán van, de Kennedy nem adja fel. Az 5. napon az őslakosok felfedezik Kennedy kókuszdióba vájt üzenetét, és továbbítják egy közeli szigeten lévő amerikai bázisnak. A PT-157-es parancsot kap, hogy gyűjtse be az embereket. Az egy hétig tartó megpróbáltatásaik véget érnek. A 26 éves John F. Kennedy hadnagy az életét kockáztatta az embereiért. Hősként ünneplik, és megkapja a haditengerészet és a katonaság kitüntetéseit életmentésért.
Amikor elnökké választották, a PT-109-es replikája parádézott végig Washingtonon. Ez a PT hajók történetének fontos fejezete lett. A következő évben a Salamon-szigetek és Új-Guinea csatatérré változott, ahogy a PT hajók a jól felfegyverzett uszályokkal vívtak ütközetet. Ellátmány híján a japánok visszavonultak. 1944. október 24-én MacArthur generális beváltotta a filippínóknak tett ígéretét. Azt mondtam a filippínóknak, hogy egyszer még visszatérek. A Fülöp-szigetek inváziója Leyténél kezdődött. A támadó hajókat 45 PT hajó védte, melyek elképesztő 2000 kilométeres utat tettek meg Új-Guineából. A japán hajórajok a Surigao szorosban próbáltak áttörni Leytétől délre. A PT hajók felderítőként szolgáltak az amerikai csatahajók és cirkálók előtt. Gyakran találták magukat a támadás első sorában, ellenséges hajók és repülőgépek tűzvonalában. Mikor repülő közeledett, elkezdtünk előre és hátra ingázni. Majd mikor bemért minket, akkor adtunk teljes gázt, és próbáltunk valamelyik irányban elmenekülni. Az egész idő alatt tüzeltünk rájuk, de sosem maradtunk elég ideig, hogy rendesen be tudja mérni minket. For him to line up. 1945. március 2-án a PT hajók visszavitték MacArthur generálist Corregidorba, ahonnan közel 3 évvel azelőtt menekült el. A Moszkito flotta visszatért oda, ahonnan elindult. A PT hajók tovább harcoltak a japán elleni háború végéig, de utána nem volt helyük a flottában. Mivel fából és nem fémből készültek, nem lehetett eltenni őket későbbi használatra. 1945. szeptemberében a Fülöp-szigeteknél partra vitték őket. A 17-es bázisra osztottak be, és sok ideig oda az öböl mellé hordták ezeket a hajókat. A PT hajókat egyenként minden ünneplés nélkül felgyújtották. Tűzifaként halmozták fel és égették el őket. Elég nehéz volt látni, hogy a hajó, amin voltál, és végig védelmeztél, egyszerre csak tűzifa lesz. Talán egy szép autóhoz lehetne hasonlítani, amit vezettél, és végig kellett nézned, ahogy darabokra zúzzák. Volt egy bizonyos kötődés közted is a hajó közt, és szörnyű volt látni, hogy az egész lángba borul. 121 hajót égettek el a Samar-szigeti hatalmas mágián. Csúf vég volt ez a remekül teljesítő PT hajók számára. A Csendes-óceán poklától Európa inváziójáig a hajók legénysége örökké emlékezni fog erre a hatalmas és ütőképes gyilkosra. Sok hajón szolgáltam, de a PT hajó maradt az örök szerelmem. Talán mert ez volt az első szerelem. A támadó hajók közt egy sem volt mérhető a PT hajók nagyszerűségéhez. Szerintem nagyon eredményesek voltak, és nagy szerepet játszottak a második világháborúban. Bár kezdetben nem akarták elismerni, a hajók zseniális tervezése, merész bevetéseik és bátor önfeláldozó legénységük biztosították, hogy a Moszkito flotta PT hajóit sosem felejtik el.